Magyar Nap címmel tartott állásbőrzét a Sejje János Egyetemen a Komáromi Munka, Szociális és Családügyi Hivatal. A hivatal munkatársai a Duna túloldalán fellelhető szabad állás lehetőségekről tájékoztattak. 450 szabad munkahely van jelenleg kínálva, vagy lesz kínálva a mai nap, és nagyon érdekes, hogy 80% a termelési, összeszerelői munkakör, többi kevésbé, de 20% a magasabban kvalifikált, akár HR-es, akár adminisztratív könyvelési munkakör felkínált munka lehetőség. Míg nemrég még az álláskeresők versengtek a megüresedett pozíciókért, mára ez a trend megfordult. A jól kvalifikált, ütőképes és kitartó munkaerőért már a cégek harcolnak. Lehetőség tehát van, de tény az, hogy a versenyszféra szigorú szabályokat diktál, csak a legkitartóbbak maradnak meg. A jelenlegi kb. 150 fős létszámunkat nagyjából két év múlva 600 fősre tervezzük. Ugye ez azt jelenti, hogy egy olyan régióban kell kb. 4-szer annyi munkavállalót találnunk, ahol egyébként is rengeteg termelő cég van. Érződik a sok környékbeli cégnek a versenye. Mivel mind Szlovákia, mind pedig Magyarország tagja annak az Európai Uniónak, amelynek az egyik alapja a munkaerő szabad áramlásának szavatolása, ma már nem bonyolult az ügyintézés. A szlovák szociális biztosítóban is tudják azt, hogy a nem létező nyelvi akadályok és a földrajzi közelség miatt sokan vállalnak állást oda-át, tájékoztató napot is tartanak hamarosan az érintetteknek. Minden nyugdíjjal és társadalombiztosítással kapcsolatban felmerülő kérdésre készséggel válaszolnak május 27-én a biztosító Petőfi utcai székházában. Nagyon szorosan együtt dolgozunk Komáromban a társadalombiztosítóval, és ők is szerveznek információs napot. Nekünk a hivatalban van kolléganőnk Ida Janyiková személyében, aki ezekre mind tud válaszolni. Tehát azt gondolom, hogy aki dolgozni szeretne, ez bizonyára nem lesz akadály. A világjárvány sokaknak átírta a boldogulási lehetőségeit, ezért érdeklődőből itt sem volt kevés. Voltak, akik munkanélküliek, és olyanok is szép számmal akadtak, akik váltanának. Volt egy-két érdekes ajánlat, volt olyan is, amit inkább ilyen munkásokat keresnek. Hát meglátjuk, hogy mit lehet belőle kihozni. Jelenleg munkanélküli vagyok, mert a szakomban a sportot és rekreációt tanultam, és ebben itt a környéken sajnos nem sikerült elhelyezkednem, és hát lényegében ezért jöttem el, hogy nézzük, hogy milyen opcióink vannak esetleg. Nem csak Komáromból érdeklődnek sokan a magyarországi lehetőségek iránt, hanem a járás távolabbi pontjairól is, nem ritka a bejáró Ógyalláról, Perbetéről vagy Kútáról sem. A jelenleg is nálunk dolgozó felvidéki kollégákkal nagyon meg vagyunk elégedve. Úgyhogy szeretnénk, hogyha minél több hasonló munkavállalót tudnánk innen hozzánk csábítani. Azt gondoljuk, hogy nagyon könnyű velük együtt dolgozni, lojálisak vagyunk feléjük, és ők is a hűségükről biztosították eddig is a cégünket. Már nem csak gyártósori operátorokat keresnek a magyarországi cégek, hanem például HR vezetőket is. Érdeklődni tehát érdemes magasabb végzettségi fokozattal is.